Tiszteltel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, az egyenes beszédet látják ma este Rónai Egonnal. Oszkó Péter az első vendég a mai műsorban, a volt pénzügyminiszter, örülök, hogy itt van, jó estét kívánok. Köszönöm, Önnek is. Jó estét. Azon gondolkoztam, hogy ugye amikor Ön pénzügyminiszter lett, egy gazdasági válság kellős közepén voltunk, most így visszaemlékszünk, azt mondjuk, hogy inkább utána, mert 2008-hoz kötjük, 2009-ben vette át a tárcát, de hát azt hiszem volt baj bőségesen. Hát hogyha megnézik a GDP pályát, akkor gödör alján vettük át. Így. Az egy keményebb helyzet volt, mint a mostani, vagy ez a mostani tűnik nehezebbnek? Nem tudom megmondani, hogy a mostani hova fog torkolni, vagy mi lesz még jövőre. Ugye ne felejtsük el, hogy azért a 2008-2009-es pályán is úgy nézett ki, hogy 2008-ban beütött a ménkű a világban, az elérte Magyarországot, lefagytak az állampapírpiacok, ellehetetlenült a költségvetés finanszírozása, jött az IMF, de a GDP pályában ez csak később jelentkezett, és 2008 végén még a hivatalos prognózis az volt, hogy lesz 1% növekedés 2009-ben, aztán azt már visszakorrigálták nullára, aztán mínusz egyre, és áprilisra, mire mi kormányra kerültünk, akkor lett az a hivatalos prognózis, hogy hát 6-7% közötti GDP visszaesés lesz, és annyi lett, de ez csak áprilisra derült ki. Tehát az előző év végén még mindenki azt mondta, hogy a következő évben 1% növekedés lesz. Hasonló, most én nem akarom az ördöket a falra festeni, most mindenki azt mondja, hogy jövőre, vagy a hivatalos prognózis azt, hogy jövőre 1% növekedés lesz. De hogy ilyet már láttunk, tehát olyat láttunk, hogy amikor a prognózisok elkezdenek lefele korrigálni, akkor nem elsőre mondja be senki, hogy mi a legalja, mert a prognózisok azok részben önbeteljesítők. Különösen kormányzati oldalról önbeteljesítő, tehát én pontosan átérzem azt a szerepet, hogy nem állhat ki valaki kormányzati oldalról, és nem mondhatja el a legrosszabb forgatókönyvét, mert önmagában már amiatt rossz lesz, mert hogy mindenki akkor arra kezd kalkulálni, arra tervez, arra épít, elbocsát, védekező állásba helyezkedik, stb. Tehát, hogy nyilván hivatalos prognózisokban mindig a lehetőségek szerinti optimista forgatókönyv jelenik meg, hát ha az teljesül. De hogy egy ilyen gyorsan változó környezetben, idén is viszonylag sok kiszámíthatatlan dolog történt, ki tudja, mi fog történni jövőre, hogy egy most a hivatalosan várt 1%-os növekedés az a végén valóban 1%-os növekedés lesz-e, és meg fog állni a februárban az infláció tetőzése, miközben még egy csomó ár maximum nincs kivezetve, tehát egy csomó ársapka még bőven tovább tart, mint hát most február. Már tudjuk, hogy április 30-ig például az élelmiszer. Az élelmiszer ársapka, tehát hogy akkor mitől fordulna még vissza februárban úgy az infláció, hogy utána egy esetleg egy ársapka kivezetés az nem fogja újra. De érdekes, ön is a GDP-t említette, mint az egyik legfontosabb mérőszámot. Lehet, hogy pénzügyminiszteri székből tekintve ez a legfontosabb. Nem, a lakosság felől nyilván az infláció. Nagyon sok fontos mérőszám van, az infláció az most lett fontosabb, mert nyilván a korábbi válság időszakban ez nem volt ennyire megterhelő, meg az utóbbi időszak nagyon sokáig inflációmentes, vagy nagyon alacsony inflációval jellemezhető időszak volt, és ez most lett ennyire kritikus. Hát nyilván a lakosságnak nem is az infláció, az életszínvonal a legfontosabb. Tehát, hogy egy magas infláció mellett a magas bérkiáramlás még valamennyire ellensúlyozni tudja a dolgokat. Ugye a 2023-ban az a veszélyes, hogy 22-ben lett, hogy magas volt az infláció, vagy magas az infláció, de részben azért, mert nagyon sokat költök, nagyon sok volt a lakossági osztogatás. Tehát nem véletlen, hogy Magyarországon európai csúcsokat dönt az infláció. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez kívülről gyűrűzik be, de mi gyűrűzik be kívülről, hát máshol kevesebb az infláció, mint nálunk. És ez azért van így, mert az inflációnk egy jelentős része abból fakad, hogy a költségvetés iszonyú mennyiségű pénzt osztogatott szét az első fél évben. És ez 2023-ban nem lesz. Most kimondhatjuk, hogy el lett rontva ez az év? Hát teljesen fölösleges volt ennyi pénzt elkölteni a választási versengésben, fogalmazunk úgy. Ezt nyilván sose fogja beismerni semmilyen kormányoldal. A Fidesz akkor is megnyerte volna a választásokat, ha nem költ el 1000 milliárd feletti összeget arra, hogy megnyerje a választásokat. Viszont ez az 1000 milliárd feletti költés, ez tényleg szinte megduplázza a hazai inflációt, és mondom, közérzetben még nem is érzik annyira az emberek az inflációt, mert az infláció mellett lényegében egy csomó pénzt kaptak, amivel a költésével ilyen magasra tolták az inflációt, jövőre ugyanilyen magas szinten lesz körülbelül az infláció. Csak nem kapnak pénzt. Osztogatás nélkül. Uh-huh. Így van. Azt mondja, hogy majdnem a duplájára nőtt az infláció az osztogatás miatt. Ezt így ki lehet mondani, hogy mondjuk Magyarországon sem lenne nagyobb az infláció 12-13%-nál, mint ahogy szerte Európában azért hasonló. Nyilván erre hosszú modelleket lehetne írni, én ezt egy nagyságrendi állításnak tettem, de ezt az állítást ezt tartom, igen. Tehát, hogy a 2022 első fél évi osztogatás nélkül nagyjából az az inflációs pálya lenne, még az energiaárak által gerjesztett infláció mellett is, ami a környező országban vagy tőlünk valamivel nyugatabbra. Hát hozzá nem értőként erre simán rávághatja az ember, hogy
Hát romba döntötte a kormány a gazdaságot. Hát innentől már a költői megfogalmazások területére tévedtünk, ami nem az én specialitásom. Két lábon állva a gazdasági racionalizmus. Én már az előbb elmondom azt a mondatot, hogy ez az osztogatás, ez valószínűleg túlzott volt és fölösleges. Még politikailag sem volt indokolt, gazdaságilag meg semmilyen választási osztogatás nem. Ma jelent meg az Eurostat friss adatsora, ami azért eléggé gyalázatos ránk nézve, mert hogy a második legszegényebb országként jellemez minket, magyarokat, Magyarországot. Nem is annyira a GDP alapján, hanem sokkal inkább a fizetőképes kereslet alapján. Amennyi pénz nálunk van, annál kevesebb szinte sehol nincs. Hát ugye ezek rendszeres olyan statisztikák, amik ezt a sorrendet mutatják, hogy a Bulgária az, aki mögöttünk van folyamatosan, rendszeresen ebben a sorrendben, de ez nem most lett így, tehát Magyarország gyakorlatilag az elmúlt években már belekerült ebbe a helyzetbe. Hát ennek egy üzenete van, tehát hogy érkezett nagyon sok uniós forrás, költhet nagyon sokat a költségvetés, de önmagában abból, hogy pénzt költünk, abból nem lesz életszínvonal növekedés. Életszínvonal növekedés abból lesz, hogyha jól költjük el ezt a pénzt, hogyha a támogatások jó fejlesztésekre vannak fordítva, hogyha az valóban növekedés generál, hogyha az valóban olyan típusú álláshelyeket generál, ahol egyébként érdemi teljesítménynövekedés és ahhoz kapcsolódó bérnövekedés van. Tehát, hogy van még mit tenni a gazdaságpolitika területén. Na de mit gondoljunk arról a 12 éve kétharmaddal kormányzó Fideszről, amelyik mellett ez mit sem változott, sőt rosszabb lett? Hát szerintem ez régóta vita téma, hogy a fejlesztéspolitika, a gazdaságpolitika az bőven lehetne ennél jobb. És ennek nagyon sok oka van, és nagyon részletes elemzésekbe mehetünk bele, hogy miért volt rosszul célozva sok fejlesztési pénz. Nekem ugyanaz a veszőparipám, mint évek óta, amíg politikai alapon történik a célok és a támogatottak kiválasztása, addig egy fejlesztési rendszer nem tud hatékony lenni. Egyszerűen, ha nem a valós teljesítmény, nem a valós érdemek, nem a valós értékteremtés jut forrásokhoz, hanem oda mennek a források, ahol politikai lojalitás és elkötelezettség van, akkor bármennyi pénzt el lehet költeni, az nem fog jól hasznosulni. Ennek mindig a fele fog csak hasznosulni, vagy a harmada, vagy annyi sem, és mindig kisebb növekedés, kevesebb versenyképességjavulás, kevesebb teljesítménynövekedés, és kevesebb életszínvonal növekedés. Magyarázza már ezt, mert ez azért nem teljesen világos szerintem. A politikai lojalitás és a szakértelem egymással szembe megy. Tehát, ahol a politikai lojalitás látszik, és oda megy a pénz, az feltétlenül és oltatlanul azt is jelenti egyúttal, hogy rosszul hasznosul? Nem, de párhuzamosság sincs a kettő között, és önmagában ez már baj. Tehát nem állítom, hogy azért, mert valaki a kormányhoz hasonlóan gondolkodik, gazdasági szereplő, attól még ne értene ahhoz, amit csinál. De ha egy csomó gazdasági szereplő nem úgy gondolkodik, mint a kormány, és ezáltal kiesik a pixisből, és lemarad, és esetleg olyan versenytársai is pénzt kapnak, akik nála sokkal rosszabb teljesítményt nyújtottak, de egy csomó állami pénzben megfojtják a saját versenytársaikat, akkor összességében a gazdasági szerkezet sérül, és rosszabbul teljesít. És ennek a rosszabb teljesítésnek lesz az a következménye, hogy a szegénységi sorrendbe oda kerülünk, ahova kerülünk, illetve amíg sok pénz érkezik, addig ez elfedi ezeket a problémákat, tehát nem látszik, hogy baj van, de amint baj lesz a világban, akkor valahogy mindig nálunk lesz a legnagyobb baj. Tehát nyilván lehet kifele mutogatni, hogy az egész világválságban van, ahogy 2008-2009-ben is a világválságban volt. Nagy Márton most el is mondta, hogy így van, Európa így van. A legnagyobb bajban van a világon. Ez így van, csak Európán belül meg Magyarországon a legnagyobb bajban. Na, ezt nem tette hozzá. De meg kell nézni az inflációs adatokat, meg kell nézni a hasonló paramétereket, a szegénységi sorrendet például. Van egy vita, és hát gondolom ezt ön is figyelemmel kíséri, mert nyilván a munkáját is befolyásolja, hogy merre felé kell menni a magyar gazdaságnak. Egészen pontosan, hogy szabad-e nekünk összeszerelő üzemmé lennünk, szabad-e nekünk kiszolgálni a kínai vagy éppen a német igényeket, hogyha a tőkét befogadjuk. Nem tudom, hogy van erről még vita, nem szabad. Hát van, mert hogy amikor Matolcsi György elmondja, akkor rázódul a kormány haragja, amikor az LMP mondja ugyanezt, akkor rázódul az ellenzékiek haragja, hogy miért? De ezek nem szakmai viták, ezek jelképes nyilvánosság előtt folytatott harcok, miközben azt a kérdést szerintem viszonylag könnyen meg lehet válaszolni, hogy olcsó munkaerőt foglalkoztató összeszerelő üzemként semmi perspektívája nincs Magyarországon. Na de most az is szerint, ez a kormány terve. Én nem tudom, hogy legalábbis a kormány úgy néz terve, ki. Remélem, hogy nem. Tehát én nem lásd, akkumulátorgyár. Hát igen, az akkumulátorgyár az még ebbe az irányba tett lépés, de remélem, hogy az innovációs és egyéb irányba tett lépések is mondjuk úgy, hogy komolyan gondolt stratégiai lépések. Az egy,
Az egy átmeneti időszaka volt a magyar gazdaságnak, és egyébként részben az európainak is, amikor lehetett arra üzleti modellt építeni, hogy a magyar munkaerő még olcsó, és egyébként olcsó az energia. Mert az összeszerelő üzemhez körülbelül ez a két dolog kell. Ha ez a két dolog olcsó, akkor megéri idehozni, és nem a világ más pontjaira vinni. Olcsó energia már nincs, és nem is valószínű, hogy lesz a belátható időn belül, lehet, hogy soha többet nem lesz. A munkaerő olcsóságával meg az országot tesszük prés alá. Tehát, hogyha mi azt tekintjük a saját versenyünknek, hogy a magyar munkaerő mindig olcsó lesz, és örökre annak kell maradnia, akkor hogyan fogunk felzárkózni a nyugathoz? Akkor mindig akkor utolsó előttiek leszünk, hanem utolsók. Pontosan. Mitől lesz kevesebb a kormány által az első két hónapban is 25-27%-osra is prognosztizált infláció a jövőre annyira, hogy egy számjegyű lehet az év végére? Mit kell tennie a kormánynak? Mi változik majd? Igen, hát ugye erre van az a közgazdász mondás, hogy a magas árakra a megoldás a magas árak. Ugye az infláció normális körülmények között attól áll meg, hogy az emberek elkezdenek kevesebbet vásárolni és kevesebbet fogyasztani, mert nem engedhetik meg maguknak a magas árak megfizetését, és ezáltal az árak növekedése kényszerűen meg kell, hogy álljon, mert onnantól azon az árszínvonalon már nincs kereslet. Ugye ezért van az, hogy az infláció elhúzódik az ilyen ármaximalizáló intézkedések mellett, mert gyakorlatilag nem érvényesül az a hatás, hogy a kereslet az korrigálja a magas árakat, illetve egy veszély van még, hogyha a magas árak azok ugye egy árbérspirált indukálnak, tehát hogy a munkáltatók belekényszerülnek abba, hogy a tervezetnél nagyobb béremeléseket szerződjenek, illetve a költségvetés is elkezd a közszférában nagyobb béreket finanszírozni. Erre viszont most nem látszik mozgástér, tehát azt én nem tartom valós veszélynek, hogy mondjuk a közszféra olyan bérkiállamlás produkál, hogy az önmagában megnyomná az inflációt. Pedig lenne rá igény. Igény lenne rá, csak mozgástér nincsen. A versenyszférában is meglehetősen szűk az erre vonatkozó mozgástér. Tehát az infláció megtorpanása olyan szempontból egy racionális prognózis, hogy az ár növekedés, hogyha azt nem követi bérnövekedés, egy idő után kényszerűen megáll, mert nem fizetik meg az emberek azokat az árakat, onnantól már nincs hová növelni. Csak hogy amíg egyébként bizonyos területen határba érő ársapkák, azok ezt a hatást még egyelőre elfedik. Az egy rossz döntés ön szerint is? Az ármaximalizás ez mindig az olyan, mint egy fájdalomcsillapító, amit egy-két esetben be lehet venni, de ha az ember rászokik és folyamatosan használja, akkor kábítószerré válik, és éppen több kárt okoz, mint amennyi hasznot hoz. Tehát lehet azt mondani, hogy egy ársokot egy lakosság nem tud rögtön elviselni, és ezt a hatást, hogy nem tud annyit fogyasztani, azt szépen lassan kell átvezetni, de hogy mondjuk az üzemanyag ármaximum egy évig volt hatályban, és ennek eredményeként Magyarországon 2022-ben nőtt az üzemanyagfogyasztás. Tehát hogy nem, hogy annyi történt volna, hogy ugyanannyit fogyasztottunk, és nem korrigáltunk vissza, hanem még növekedett is, aminek aztán végképp sem értelme abban az időszakban, amikor egy ármaximummal lehet lassan rászoktatni a fogyasztókat, hogy vegyék észre, hogy baj van, de hogy itt nem lassan szoktattuk rá, hanem teljesen elfedtük, és elhitettük velük, hogy nincs baj. És aztán akkor kellett kivezetni az ársapkát, amikor már nagyon nagy baj lett, és ráadásul a szolgáltatók egy része azóta tönkrement, kevesebb lesz a verseny, tehát ennek most az az eredménye, hogy jóval magasabbak lesznek az árak, mint amik akkor lettek volna, hogyha ez nem húzódik ilyen sokáig ez az inkább. Rossz állapotban van a gazdaság? Tudom, hogy ez megint minek alapján? Igen, ezek általános minősítések. Igen, persze, de közben, hogyha azt nézzük, hogy ugye azt mondja Nagy Márton miniszterként, hogy az a szerencséje Magyarországnak, hogy jó állapotban került ebbe a válságba, és éppen ezért a magyar gazdaságot nem rázza meg mindaz, ami most történik. Hát ezt az ember nem így érzi. Lehet, hogy onnan úgy látszik, de innen nem. Igen, ezt nem így érzi, és én két ponton tartom ezt mondjuk úgy, hogy vitathatónak, vagy megkérdőjelezhetőnek ezt az állítást. Ugye megbeszéltük, hogy a magyar gazdaság egy jelentős tömege az nagy nemzetközi szereplők részvétele ebben a gazdaságban, de ezek az olyan úgynevezett összeszerelő üzemek, amelyek nem tudom, hogy meddig lesznek Magyarországon versenyképesek. Energia, fogyasztás és áradás szempontjából már nem azok, és ha a munkaerő szempontjából azok maradnak, az nem biztos, hogy nekünk jó. A másik, vagy a belső vállalkozói vállalati szféra, azt én nem látom erősnek. Tehát hogy lehet erősnek mutatni GDP számításokban a hazai építőipart, mert a GDP számításokban azok az árazások jelennek meg, ami alapján minden háromszor annyiba kerül Magyarországon kivitelezőként, mint bárhol máshol a világon. De aztán, amikor kiderül, hogy az állami pénz elfogy, és már nem költ ezekre a szereplőkre, és mondjuk a nemzetközi piacon kéne megmérettetniük magukat, akkor pedig viszonylag gyorsan elhullanak. Tehát, hogy nem igaz, hogy ez a hazai vállalati szektor ez jelen pillanatilag erős. Ez megint egy ilyen dopingolt állapotba került
mesterségesen szépnek mutatott szektor, amikor baj van, akkor bizony lehet, hogy sokkal rosszabb teljesítményt fog nyújtani, mint amit egyébként várnánk tőle, és én tartok tőle, hogy ez fog bekövetkezni. Sok a kommunikáció és kevés a valóság? Hát a politikában mindig sok a kommunikáció, aki politikával foglalkozik, az megtanulta, hogy elsősorban kommunikálnia kell, mert bármennyi dolgozik, ha nem kommunikál, akkor annak nincs eredménye. De én azt gondolom, hogy nem vesszük még elég komolyan a jelenlegi helyzetet és a jelenlegi fenyegetettségeket. Oszkó Péter, köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást.